Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakálmetál autóalkatrész. Hamarosan indul a Check Engine ügyességi versenye, a Gono Swift, aminek ez a gyönyörű Swift lesz a főszereplője. Első vendégünk Jankovics Péter volt, vele kezdődik majd a sorozat, imádta az autót, és hogyha már itt volt, leültünk egy kicsit beszélgetni is. Most ezt láthatjátok. Ami engem veled kapcsolatban igazán érdekel, az a háttered. Hogy nézegette, interjúkat azért elejtettél, hogy hát a gyapukád autószerelő volt, hogy már anyukáddal is úgy, amikor színházba járt irigységet érezte, hogy te is azt akarod csinálni. de de Hát szavarban vagy. Milyen időből származol? Hol, azt tudom, hogy Budapesten születtél, 77-ben, de hogy milyen, milyen, milyen környezet volt ez, ez egy klasszikus, nem is tudom, polgári család. Hát ilyen klasszikus, egy kis, kis polgári család, szüleim elváltak viszonylag korán illetve hát korán, még kiskoromba és hát nem tudok, u, a, atyai, nagyon-nagyon messziről indultunk, nem számítottam erre. Ö, ö, nem tudom, hát egy, egy ö, átlagos ö, ö, kisfiú voltam, Király utcába laktunk, Kertész utcában jártam, általános iskolába és egy borzasztó rossz magaviseletű, illetve hát eleven gyerek voltam. Anyám mindig azt szokta mondani, mikor visszaemlegetem neki, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem voltam rossz, én azért nem így emlékszem, tehát hogy arra emlékszem, hogy nagyon sokat idegeskedett miattam. Az a Jan Peti, akit most itt mi látunk emberek között, emberek körül, ő milyen relációban áll a szereppel? Mert hogy én mindig azon gondolkodom, hogy az a akár humorista, akár színész, karakter-színész, akit látok, hogy ez most a te ö, valódi karakterednek egy 11 felcsavart változata, vagy ez egy szerep, amiben belebújsz, amikor bekapcsol a kamera, vagy fölmész a Hát attól függ, azt, azt, nem szabad egy kalap alá venni, tehát hogy, hogy a stand az, az, az csak akkor tud jó lenni, hogyha az ember önazonos, tehát az egy őszinte műfaj, illetve van ott is, aki, aki karakterből csinálja, de az, az felvállaltan egy teljesen más karakter, és és annak megvan a hátulütője, tehát hogyha az bejön, akkor az nagyon jó, de ha nem, akkor abból nem tud kilépni, mert, mert muszáj tartani a karaktert. Rátszárad? Hogy az, tessék? szárad. Nem az, hogy rátszárad, hanem hogyha mit tudom én, hogyha valakinek, hogy mit tudom én, hogyha így beszélsz, ilyen hangon, és valakinek nem jön be, akkor utána nem, na jó, akkor ezt látom, hogy nálatok nem megy, hanem akkor ott már végig kell vinni. Tehát az nem, a stand-up az egy, az egy, önazonos műfaj. Tehát, hogy ott, amit, amit, csinálok, ott, hát az sajnos én vagyok. Sajnos vagy nem sajnos, az, az, én vagyok szerepben, meg pedig nyilván, amit, amit megkíván a szerep, de hát azt színészek is mindenki elmondja, hogy, 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 nyilvánvalóan nem az van, hogy, hogy ha az ember egy sorozatgyilkost játszik, akkor meg kell ölnie pár embert, hogy át tudjon lényegülni de azért mindenkibe benne van mélyen az, tehát hogy valahonnan elő kell ásni azt a, azt a figurát, ami, tehát hogy valamennyire mindenképpen te vagy. Tehát hogy, hogy, hogy mondjam, ha, ha egy egy, egy, egy ö, 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 álmos ö, kidobó embert kell játszani, akkor nem azt kell eljátszani, hogy, hogy Móriczka szerint milyen egy álmos kidobó ember, hanem Sturc Antal, ha egy ámos kidobó ember lenne, akkor milyen ámos kidobó ember lenne? Tehát, hogy valami legyen benne, valami, ami a tiéd. volt is iszolod azt a szerepet, amit a színpadon látni tőled, amikor stand up olsz? Azt nem, figyelj, azt nem csiszolom, tehát hogy az, az tényleg én vagyok. Szóval, hogy ez, az... Ez azért, azért így teszem fel ezt a kérdést, mert most már azért egy három-négy órája itt vagy. és tök belül. más vagyok, mint a... És ez az, hogy nem érzem másnak, és ezért fogalmazódott meg bennem a kérdés, ezért fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy amikor te reggel kinyitod a szemed, akkor ilyen vagy, vagy ez pedig, hát most kimondva kimondatlanul, de hogy hogy az embereknek szól, hiszen hát kamerákkal követünk reggel óta. Ez, ez, ezért tartom ezt. Ja, mit? nem, hát... Ö... Ez nem, ez nem, nem, az embereknek szól, tehát hogy ez ilyen vagyok. Sőt, így ezt a kamerát, tehát pont, pont ez a fajta műsor, ami, ami, amit ma is felvettünk, ez pont olyan, ahol, ahol abszolút el tudom felejteni a kamerát, mert nem az van, hogy, hogy smink van rajtam, 44 jelmez és egy ezer fős stáb áll körülöttünk, puska mikrofonokkal, meg, meg belámpázva, hanem, hanem valaki fog egy, 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 ilyen hordozható statívon egy ekkora kamerát, amit tényleg egy, az, Első percben elfelejtem, hogy valaki onnan vesz, hanem az van, hogy veletek beszélgetek, és, és tehát, hogy az én vagyok. Azért ez annyira megmutató. Viccet mert... <laughs> félretéve. És igen, ugye... hát amikor kinyitom a szemem, akkor ilyen vagyok. Tehát, hogy nem, nyilván nem nem ilyen hőfokon, tehát, hogy kell egy kis idő, amíg magamhoz térek. Tehát, az általában egy kávé, meg ö, ö, gyerekeimtől két-három fülhúzás, és akkor már ö, akkor tényleg elevenen kell. De hogy ott maga. van. Ott van a színészet, a zene és a stand-up. Ha egy kicsit így visszafordulunk így a gyerekkorodba, akkor mik voltak azok a akkor azok a, zenék, azok a filmek, amik téged formáltak? Mert ha jól sejtem a te ébredésed, az így mondjuk a 80-as évek legvége, 90-es évek eleje. Amit... Hmm, körülbelül igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván azt szokták mondani, mert a, a 90-es 90 évek legelején Voltam 13-14-15 éves, és azt mondják, hogy az ember zenei ízlése akkor alakul ki, vagy azok a hatások, amiket akkor kap, azok a legerősebbek. Hát én ilyen általános iskola 7 8 -ba már bőve, én nagyon nagy rapper voltam. ami, Tehát, hogy, hogy, hogy akkor az egy ilyen újdonságnak számított, pláne Magyarországon. Jó, MTV. És bet. hát azok így van, igen. De hát még, sőt, még az sem, mert ugye még MTV sem volt, hanem nem tudom, hogy, hogy először. De volt MTV, csak. Kudni Csak nála, ne így van, igen, igen. Tehát, hogy, hogy az első, hogy amikor a legnagyobb reppernek éreztem magam, akkor öt repzenekart ismertem, és az egy ilyen nagyon másolgatott kazetták vagy nyilvánvalóan Randy MC, Beastie Boys, és Honnan, még volt. Public kettő, az, hát az már később, de aztán igen, 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 igen. És hát az nem tudom, ott volt, volt az, az életemben egy ilyen hát mondjuk egy ilyen erős két-három év, amikor szerintem csak rappet hallgattam, ami akkor egy ilyen, egy ilyen óriási, formabontó dolognak számított, de hát akkor az ős, és az ős rapzenekarokról beszélgetünk, tehát hogy azokról, ami most már nem old school, hanem az old school szerint is old school, tehát a legoldabb school. Érdekes volt erről hallgatni, ugye volt a Wolfi műsorában, és azt igen, a az zenéket, és hogy hely, jól esett a szívemnek, hogy ott volt a kezdet benne, mint magyar előadó. Ja igen, mert ott azt hiszem, mennyi ötöt kellett, ötöt kellett Igen, és annyi, annyi tehát hogy, hogy, egy, egy, igyekeztem minél nagyobb skálát felölelni, vagy hogy, egy hogy, hogy, hogy minél átfogóbb képet adni arról, hogy, 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 hogy milyen repzenéket szeretek. És és nem volt benne még magyar, és mindenképpen, tehát hogy, hogy gondoltam, hogy, hogy egy magyarnak mindenképpen kell, hogy legyen benne, és szerintem az a legemblematikusabb, vagy, vagy az annyira alfája és omegája szerintem a magyar ebzenének a, a kezdet kezdetfiai, hogy, hogy dacára annak, hogy két lemezük jelent Most meg, Azt az öt éves eltoláltat, hogy aztán 2003-as az első lemez. Igen, a, a kezdet és, és utána alkot az űr pedig. 10-11, de erre most ja, nem melleges, lehet, akkor hét év, igen, 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 tehát, hogy nem egy termékeny zenekarról van szó, de de hogy, hogy őket én nagyon nagyra tartom. És akkor mikor alakult ki benned az az elképzelés, hogy elindulsz a színészet felé? Hát az, az szerintem először ilyen, szerintem már gimnazista koromban, mert nyilvánvalóan meg azt szerintem hülyeség, tehát szerintem egy gimnazista gyereknek sem feltétlenül kell tudnia, hogy... Vagy, vagy, olyan célirányosan menni, hogy ő most ezzel akar foglalkozni. Tehát ez azért 16, 17, 18 évesen is egy gyerek, az még gyerek. Az utolsó tehát, utolsó hogy nem, igen, igen, tehát hogy az, hogy az, egy, az szerintem az egy tök komoly kérdés, hogy, hogy mostantól kezdve egy olyan 40 éven keresztül mivel szeretnél foglalkozni, amit nem unsz meg. Szóval hogy én egy csomó mindenbe nagyon bele, amihez kedvem volt, nagyon belevetettem magam, beleástam magam, és akkor ezeket így nem tudom, megunogattam, és akkor így, így, így leakadtam róla. És ö, ö, a színészet volt az, amiről én nem sikerült nem, akadni. hát igen, igen. A, szóval a színészet az az volt, hogy, 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 először szerintem ilyen gimnáziumban mondta valamelyik osztálytársam, hogy, hogy, hogy miért nem leszek színész, mert úgyis mindig szeretek baromkodni, ökörködni, azt szeretem, hogyha mindenki rám figyel, ha, ha mindenki engem néz, és hogy ez nekem tökre menne. És akkor azt mondtam, hogy, hogy mert nem akarok egész életemben szövegeket tanulni, szerepeket magolni, és azt mondom is az önálló estemben, hogy pályafutásom első két, három, négy, öt, tíz évében nem nagyon kaptam olyan szerepet, amit úgy nagyon meg kellett volna tanulni. Tehát, hogy uram a, 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 a hintó előállt, azt szinte a mai napig is tudom. És ö, nem tudom, és akkor így volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy de, hogy én, vagy én ezt akarom, és akkor, ö, és akkor így elkezdtem így e felé menni, és ö, és hát így rajta maradtam igen igen de igen hogy a család erre hogyan Tehát, hogy ha ha én anyukámnak bejelentettem volna hogy színész akarok lenni Na akkor, akkor valószínűleg le? valószínűleg van, olyasmit mondott volna hogy oké okay, akkor tanulj egy szakmát amiből megélsz, és akkor majd utána próbálkozzál ilyenekkel. Körülbelül, figye hát ö, 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 nem azt mondom hogy hogy, hogy hogy ez volt, mert mert nyilván nem ez volt, hanem hogy de azért mindig mondták hogy hogy próbáljak több lábon állni. És ö, és minél jobban, minél jobban ástam magam bele. Tehát a színészet az pont olyan, hogy amellett azért nem nagyon lehet más csinálni, tehát hogy, szóval, hogy ez teljes embert kíván, és az meg, hogy az meg, hogy előbb tanulják ki egy szakmát, hát az kitanulod öt év alatt, és akkor tehát nem, nem tudom, 25 évesen már hova felvételizel, mikor 24 év a korhatár. Tehát, hogy az az, hogy, tehát, hogy ez, ez egy ilyen paradoxon, de hogy támogattak, tehát, hogy az van, hogy persze azt csináljam, amit szeretnék, de hogy legyen már egy B-tervem. És minél jobban, minél jobban ö, ö, mentem bele ebbe, hogy, hogy hogy a színészetet akarom, annál inkább elsikkadt a B-terv. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy, 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 hogy ezt akarom, vagy még emellett még érdeke, hát talán ez is de talán az sem, inkább csak ez. És, akkor, és nem, egy idő után nem volt b -terben. És akkor itt, itt, volt ez a pulzáló személyiség ezzel a mérhetetlen exhibicionizmussal, hogy csak szerepeljen, hogy megmutassa magát, és akkor bele, -bele kaptál mindenfélebe, de a színészet volt az, amivel így sikerült magadat így, így besatornázni az energiákat, hogy összpontosítani magad. Mi, hogy... nem, 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 tudom, hogy, hogy ö, ö, volt elősz, talán először valami nem tudom, iskolai ö, ö, színjátszókör. Ott a Kertész utcában jártam általánosba, és ott az má, már akkor is egy ilyen ö, ö, elég fejlett. Aztán később szerintem az ö, az ilyen drámatagozatos általános iskola lett, de az még az én időmben nem volt az, de hogy, de hogy akkor is volt volt ilyen minden, minden ünnepségen volt valami színdarab, és akkor ö, ö, bekerültem, az elsőbe, és akkor ott baromi jól éreztem magam, akkor volt valami az, 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 osztály előtt valami kis bohózatból pár jelenet, amit ketten csináltunk, és ott, ott éreztem először, hogy, mert az egy ilyen vígjáték, ké, két személy, tehát hogy nem te vígjátékból egy jelenet, nem tudom, a félreértésekre alapuló ö, egyszerű kis de arra emlékszem, hogy könnyezve, üvöltve röhögtek az osztálytársaim, és azt éreztem, hogy úristen, ez de jó. És akkor és akkor onnantól kezdve, nem tudom, mi volt az eredeti kérdés, hogy ez becsatornázódott. Nem, figyelj, akkor, akkor, elkezdtem, elkezdtem felvételizni a főiskolára. Ez már a gornagy. Igen, nem, ez még, ez, ez még gimnázium. Hogy akkor Jé. készültem a főiskolai felvételire, nem vettek fel, akkor felvettek a, a Gornagyhoz, és onnan is még járkáltam minden évbe felvételizni, de ott a, a Nagy Sándor Tamás osztályába kerültem, aki Ádám Tamásként ismerhető volt a família KFT-ben, a, a Szépapuka, ő volt az osztályfőnököm, és ezt is elmondom az önálló estemben, és ö, ö, abszolút igaz, hogy meggyőződésem, hogyha vele nem találkozom, akkor ö, ö, nem ülnék most itt, meg nem állnék semmiféle színpadon. Ott egy, ott egy, ö, ott egy teljesen más ö, szemléletet kaptam, vagy, vagy ő arra tanított bennünket, hogy ha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk ezer százalékkal, és csak úgy érdemes dolgozni ö, ö, bármit is, hogyha abba teljes emberként beleteszed magad, és még egy picit többet is próbálsz belepakolni, mert ami, tehát, hogy az edzésen 400 ot kell ahhoz teljesítened, hogy versenyre kijöjjön a 100 ami esetünkben a próba és az előadás, és, és onnantól egy ilyen, hát egy ilyen elég nagy fordulatot vett az életem, vagy onnantól, ami, ami nyilvánvalóan, ahogy Móriczka elképzeli, tehát, hogy egy gyerek, ami, ami egy gyereknek, ami vonzóvá teszi ezt a pályát, hogy ú, majd biztos felismernek az utcán, meg de jó lenne ennyi ember elé felállni a színpadra, ez, ez, ez egy teljesen másodlagos dologgá vált, hanem, hanem tényleg elkezdtem célirányosan menni a, felé, hogy, hogy minél jobb legyek színpadon. Mit gondolsz arról, aki ma készül erre a pályára rálépni, hogy könnyebb vagy nehezebb dolga van? Hú, nem, Egyrészt, az nem tudom. Kívülállóként azt gondolnám, hogy talán a színház népszerűsége az visszaesik, ellenben mivel a technika megrendelkezésre áll, akár baráti társaságok is tudnak jó minőségű, szórakoztató filmeket, rövid filmeket legyártani, és hogy tudják ezeket terjeszteni. Szóval, hogy aki, aki most akar elmenni színésznek, annak könnyebb vagy nehezebb dolga van? Nem tudom. Nem, nem tudom, ebben nem gondoltam bele, és uh, szerintem uh, nem biztos, hogy nehezebb dolga van, de biztos, hogy nincs könnyebb dolga sem. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy, nagyon nehéz pálya volt mindig is, és, és szerintem ez most is olyan, hogy ami, ami, ami felemészti az embert teljesen. Tehát, hogy, tehát, hogy azt én el is mondtam, hogy hogy, 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 például azért sem tudnék sose színésznővel élni, mert, mert, mert egész egyszerűen, mert, mert tudom, hogy mennyire borzasztó ez az egész. Tehát, hogy, hogy nem szeretném, hogyha, a életem szerelme, akit, akit szeretek, az ezzel foglalkozna. Mert Már ez, ha jól tudom, a párodnak fe... van, van volt kötődés Volt kötődés, és ez a legjobb egyébként, tehát hogy pontosan tudja, hogy hogy, hogy zajlik egy próba folyamat, meg, 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 meg nem féltékeny, hogyha egy darabba csókolóznom kell egy kolléganőmmel hogyha tízig tart a próba, akkor negyed tizenegykor nem fog rám telefonálni, hogy hol vagyok, hogyha premier buli van, akkor nem, nem hív fel, hogy, figyel, hogy miért, miért nem vagy már itthon. Ha fő próba hét van, akkor tudja, hogy békén kell hagyni, tehát hogy ezeket mind tudja, de ő nem ebben él. És az nekem egy tök nagy megnyugvás, hogy, hogy ő ebből az őrületből kimarad, viszont nekem meg elnézi a, a hülyeségeimet amikor próbáltuk megszervezni ezt az alkalmat, akkor mindig felhívtalak este, igen, mert igen, hogy jaj, végre munka jó után érzéke, vagyunk. Kett, kettő perccel hívtalak előadások előtt igen, jellemzően. Igen, 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 gyorsan igen, gyorsan igen. mondom, mert mennem kell fel a gyors, hogy azért, hogy mondjam, ez nem a normális emberek bioritmusa. Hát Vagy szóval, mondjuk nem is egy családos bioritmus, viszont nem. két gyereked van. hogy igen. Hogy hogy, hogy, tudod megtartani az egyensúlyt egyetem? Hogy hát szarul, nem tudom megtartani szerintem az egyensúlyt. Tehát, hogy mindig, mindig, a legnagyobb lelkiismeret furdalásom a, a családommal, meg a, a, gyerekeimmel szemben, hogy, hogy keveset vagyok velük. Mert, mert nem tudom, reggel, hogy ha, 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 ráérek, reggel, akkor nem tudom, van, hogy én viszem őket az óvodába, de ugye, hogy ha, vidéken lépek fel, akkor délután már nem tudok értük menni, illetve mire hazaérek, már alszanak. És, és nyilván amennyi szabadidőm van, elég kevés, azt, azt nem, nem töltöm haverokkal, nem megyünk el sörözni, hanem akkor inkább otthon vagyok vele. Néznek Amennyit... Ha tehetik? Ö, Hát még kicsik, de, de tehát, hogy már tudják, hogy mivel foglalkozom, és vagy, meg nem tudom meg, hogy utcán, hogyha oda jönnek, szelfit kérni, meg nem tudom, hogy nagyobbik fiam, ő hat éves, ő most így elkezdte pedzegetni, hogy ö, ö, apa, te híres vagy, mam? nem vagyok híres, mama, híres, az nem itt kérdezte. Ő hogy, kérdezte, hogy, 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 mert azt kérdezte, hogy, hogy zenével híresnek lehet -e lenni. Hát mondom, a zenével lehet talán a leghíresebbnek lenni, mondom, a világhírűnek lehet-e. Mondta, hogy azért elég híres vagy, mam? nem vagyok híres, mondom, arrébb megyünk egy száz kilométerre, más senki nem fogja tudni, hogy ki vagyok, úgyhogy nem vagyok annyira híres. Két kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy örülnél-e, Hogyha valamelyik gyereked ezt vinni, meg a másik, hogy, hogy szeretnél-e hí valóban híres lenni. Egyáltalán a hírnév az mozgatórugó, vagy, vagy elég az az érzés, amit előbb olyan szépen leírtál, hogy az emberek dőlnek a nevetéstől és megtapsolnak? Persze, hogy elég. Ö az, az a fura, ja, ja vagy azt nem mondtam el az előbb, hogy, hogy ugye gyerekként nyilván az, hogy, hogy, hogy de jó lenne, ha egyszer autogramot kérnének tőlem, vagy, vagy felismernének az utcán, vagy nem tudom, vagy, és mire eljutottam idáig, tehát hogy ez, ez egy hosszú távú pálya, tehát hogy amikor még, még erre vágytam, még mit tudom én, 90-es évek végén, vagy 2000-es évek elején, és... Ö, ö, Mire ez ez megvalósult, az, az alatt eltelt egy 10-12 év, az alatt pont változtam annyit, hogy ez már pont nem érdekelt, hanem akkor minél jobb produkciókban akartam dolgozni, leszartam, hogy kivereget hátba az utcán, meg hogy ö, ö, kikér ö, szelfit, és... Ö, Szóval, hogy nem nem nem, 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 az, nem, 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 híres akarok lenni. A, 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 azt gondolom, hogy, hogy, most is a te, tenyeré hordoz a Jóisten, mert, mert azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és, és emiatt nem érzem munkának, vagy csak nagyon ritkán, amikor már nagyon összesűrűsödnek a dolgok, de gyakorlatilag tényleg ugyanazt csinálom, mint általános iskolás, meg gimnazista koromban a, a szünetben, meg sajnos órákon, csak akkor igazgatói intőt kaptam érte, most meg megtapsolnak. És azt az gondolom, hogy ez, ez, ez egy tök jó dolog. Tehát, hogy, hogy az, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, annál nagyobb ajándék nincs, az, hogy megtapsolnak, az a, az a legnagyobb heroin a, 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 mai napig, tehát hogy, 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 hogy ott az, az, azért megbizserget, és hogy a gyerekeim meg, meg, valószínűleg ebben ugyanúgy állnék hozzájuk, ahogy az én szüleim is, hogy, hogy, nyilván, hogy nem, nem, hanem hogy nem, 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 nem úgy, hanem hogy, hogy, nem feltétlenül örülnék neki, mert tudom a hátulütőit, meg, meg tudom, hogy mennyire nehéz, de de minden szakmának megvannak a nehézségei, nyilván, de hogy úgy vagyok vele, hogy hogyha nagyon szeretne valamit, és, és nagyon megy annak az irányába, akkor én úgyse tudok, úgy tudok gátat szabni neki, és nem is szeretnék. Tehát, hogy azt szeretném csak, hogy, hogy találják meg a, a, a maguk útját, amin szívesen járnak, és járjanak azon, bármi is legyen az. Megütött a fülemet, amit mondtál, hogy a taps a legnagyobb heroin. A igen, mai napig. Igen, most már így igen, igen. 20. Igen. 30? Ugy, 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 nem, hát figyelj, honnan, bulogó, honnan bulogó. számítjuk, hogy mikor végeztem a tanonában? Vagy, vagy, vagy előtte még? Ez 99-ben volt. Akkor a 25 évvel nem nagyon előttem volna. Igen, el igen, igen. Szóval, hogy 25 év után a taps még ugyanúgy, ugyanúgy feldoppingol fel. Hát De uh, én mindig én is sokszor elképzeltem magam, hogy kiállok oda a színpadra, nyilván képtelen lennék rá, mert ez a két kamera is bőven sok, de hogy a, az izgalomfaktor még megvan. Tehát amikor ott állsz a backstage-ben, és még lent van a függöny, de hogy már számolnak, hogy akkor 5, 4, 3, és akkor felépsz. Hogy, hogy ez a fajta izgalom még megvan, vagy ezt most már azért lehet rutinból hozni? Nem, hát figyelj, hogyha ezt sokan mondták, és igazuk van, hogyha ez rutinná válik, akkor ezt abba kell hagyni, mert mert ez nem, 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 jó akkor, vagy akkor nem, nem, nem tudsz olyan hőfokon égni, nem, nem, nem tudod úgy átadni. Üm, inkább azt mondom, hogy, 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 lehet azért kontrollálni, meg, meg tehát, hogy, hogy mondjam, nem, nem, karmol le a seggem igaz ideg, a, ha van egy előadásból, mit tudom én, a, a 48-at csinálom, akkor nyilván már tudom, hogy megvan, be van rögzítve, tudom az egésznek, ha onnantól kezdve, hogy elkezdem, tudom, hogy hogy lesz vége. De de a mai napig, amikor premiér van, akár színházi premiér van, vagy hogyha sztendában is új anyagot mondok, akkor az van, hogy almazöld arccal járkálok a takarásban, és érzem, ahogy, ahogy megy le a... Na! ahogy érzem, ahogy, ahogy, ahogy megy, le a, vér, meg megy le a vér. De mi történik ez még? Dolgozik az Valami élő hőtágul, anyag? Hőtágul. Hőtágulás. Na most már nem eleg tovább, mert... Tehát az almazöld arc. a igen, járkálok a takarásban, és ahogy közeledik a színpadra lépésem időpontja, úgy érzem, hogy egy-egy hogy szinte, hogy megy lejjebb a vér a testembe, és minden egyes bemutatóm előtt úgy lépek a színpadra, hogy a térdem alatt van az összes öt liter vérem, alig tudok lépni, fent meg nincs semmi, fent meg szédelgek. Tehát, hogy egy ilyen írgalmatlan adrenalintolulás, és nem tudom, hogy színpadra lépés után egy perccel, vagy színpadra lépés előtt egy perccel, nem tudom, hogy, 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 hogy behugyozni fogok, befosni, vagy összehányni magam, vagy ezek permutációja, tehát, hogy az, az pokol. De jól gondolom, hogy amikor elhangzik az első mondat, akkor az így... Hát igen, ott, tehát, hogy az, az, az van, Az hogy, gát, hogy Igen, gát igen, 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 igen. Szóval, hogy az van, hogy a, a színpadra lépésig, tehát, hogy od, odáig megy fel az egész addig, hogy, hogy tényleg borzasztó állapotokba tud kerülni az ember. És onnantól kezdve, hogy hogy, hogy beléptél, tehát hogy elhagytad azt a határt, tehát hogy már látnak a nézők, ott már nem tudsz siránkozni, meg, meg magadba fordulni, hanem ott már meló van, tehát hogy ott mutatni kell nekik valamit, úgyhogy ott már nincs nincs idő erre, hanem ott a feladatra kell koncentrálni. Tehát hogy ott nyilván ez megszűnik. De addig, addig tényleg a poklok poklát járja meg az ember. És ezt is elmondom az önálló estemben, ami ami tematikus, tehát hogy a, a, a színészetről szól, hogy, hogy tényleg volt alkalmam nagy öreg rókákat 30-40-50 éves színpadi rutinna és csodálatos színészeket megfigyelni a takarásban, és ugyanilyen rossz állapotban vannak. Sőt, ahogy megy előre az idő, egyre rosszabb állapotba tud kerülni az ember, mert nagyobb a veszteni valója, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy eddig felépített valamit, nehogy már most menjen tönkre az egész. Már pedig minden alkalommal tönkre tud menni. Mondod ezt, a, mondod, ezt a, mondod ezt a kifejezést, hogy, na, hogy nagy hőfokon égni. Hát, hogy az izgalom az kell ahhoz, hogy igazán. Hát, muszáj. Hogy, hogy szükség van. Igen, igen. Viszont igen, ugye igen. ez hozza magával a másik fogalmat, a kiégést, hogy nagyon sok hangszeren játszol. Most képletesen is átvitt értelme, hogy, hogy, hogy hogy tudod magad frissen tartani. Pont ezzel, hogy, hogy sok hangszeren játszom. Tehát, hogy nem az van, hogy a, a... Mit tudom én, hogy van egy műsorom, és akkor amíg azt le nem veszik műsorról, tehát nem tudom, két éven keresztül abból van havi húsz előadás, mert az, az, az egy idő után rutinnás irányul, illetve favágásba megy át, és abba szerintem ki lehet égni, meg ott. ott tehát, hogy ott, ott, nagyobb a veszélye, hogy, hogy, már csak így azt gondolja az ember, hogy így, de azt, az, főleg a stand -upnál megérzik a nézők, hogy, hogy neked, mert tudom én, hogy ha, ha, egy, ha, egy, színházi előadásba vagy, és ott mondjuk, ott, ott, ott ha a harmadik rihárdba te vagy a harmadik rihárd, az akkor is egy nagy gépezetnek vagy egy kis fogaskereke, ha te vagy a harmadik riád, egy picit nagyobb fogaskereke, de attól csak még egy fogaskerék vagy, mert vannak kollégák, rendezés, van egy írott szöveg, jelmez, díszletek, minden, és hogyha ott mondjuk, mit tudom én, egy kisebb dolgod van, és ez egy vicces dolog, akkor azt pontosan tudod, hogy, hogy milyen ritmusban, hogy kell rámondani, hogy pebem, pebem, Többen, és azon röhögni fognak. És ha egy idő után nem teszel mögé annyit, az akkor is meg lesz, mert, mert, mert benned Működik lesz. Működik a mechanizmus. Igen, igen. De de ott sem szabad ezt csinálni. Tehát ott is azért azért a, a nüanszokat észre lehet venni. A stand-upnál meg, ahol csak te vagy egyedül, ott meg, ott meg, tehát hogyha elkezdesz rutinból, már ö, ö, autó, egy, egy automata kezdi el mondani a, a, a teszáddal a, a szöveget, azt észreveszik a nézők, hátra lépnek egyet, és ott ö, ott nagyon nagy lukra lehet futni, meg, meg nagyon be lehet esni a, a két szék közül a földre. Viszont ezzel párhuzamosan mondtad, hogy főleg mondjuk decemberben, amikor az emberek mondjuk stand-up jegyet vesznek egymásnak karácsonyra, igen, meg ugye igen. vannak a cége és bulik, hogy van olyan este, hogy mondjuk kétszer fellépsz, meg háromszor fellépsz. Igen, igen, igen. Hogy tartod magad, eh, hogy tartod magad távol a futószalaktól, hiszen te is ezt a szót használt, hogy akkor futószalagon megy a munka? Hát figyelj, decemberben, igen, főleg decemberben ott... Hú, ez most mindegy, elmondom akkor a, a, a Dumas színházba, tehát hogy, hogy, körülbelül a működés, hogy ez úgy van, hogy, hogy a december az amiatt sűrű, hogy akkor, van, akkor rengeteg ilyen céges fellépés van. Egy ilyen céges fellépés az a szerződés szerint az van, hogy 30-40 perc. És ott mindenki a, az aktuális best of anyagát igyekszik össze. Tehát, hogy, hogy céghez mész, nem biztos, hogy jó körülmények között, lehet, hogy nem te étterembe, szarhangosítással, hátta lesznek. Tehát, hogy mindenki a, a tuti biztos anyagát viszi, innen-onnan összeollózva, de, egy, de mégis egy ilyen best-offot adsz, egy ilyen, egy ilyen zanzásított, tömörített legjobban kipróbált biztonsági anyagokat lecég, ami és üti működik. Igen, igen, de de ott se lehet, ott se lehet ö, ö, annyira biztonsági játék, mert ö, mert ott mi, minden alkalommal, tehát hogy hogy elmész három helyre, nem mondhatod azt a harmadik helyen, ahol az, ahol nem nevetnek, hogy, szar vagy, hogy De tehát fél órával ezelőtt egy másik helyen röhögtek. Hát de mi most nem röhögünk, tehát hogy ott ott is a közönség lehet, hogy te ugyanazt csinálod, de a közönség az változik. És mindenki, a közönségnek nem mondhatod azt, hogy tegnap ez jobban sikerült. Hát közben az meg, de én most látom. Szóval, hogy ott, ott, ott mindig, és, és egyébként a cégesek, azok, ott, ott mindig van egy nehezítő tényező, hogy ők nem ö, ö, vettek rá jegyet, nem feltétlenül kíváncsiak, rá, tehát hogy ott meg ott kell nyerni. Valaki nyer azt gondolja, ott, hogy neked jó lesz, Igen, ez, hogy igen, te felérsz, igen, 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 és ott az, ott meg kell nyerni őket, tehát hogy ott, 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 ott meg kell ragadni a figyelmüket. Ott, ott, is, ott is kell összpontosítani. Tehát, hogy ott, ott egészen másképp. Tehát, hogy ott nem, nem a, nem a, a tudsz rámenni, hanem ott, ott az van, hogy, 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 hirtelen nagyot kell fogni, hogy, hogy, hogy a figyelmet. Hogy van a, a, fe, a fellépések hierarchiája? Gondolom a céges buli falunap az, ami Hát most... Legalja. Nem, mond, nem ezt a szót akartam használni, de köszönöm, hogy helyettem mondtad ki, és hogy, és hogy mi, mi, a teteje? Mi az, amit azt érzed, hogy, hogy mi, mi, az ünnep fellépés, ami neked ünnep? Hát nyilvánvalóan az önálló est. Tehát, hogy, 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 hogy mondjam, az, a, az, a, az a, 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 legnagyobb megmérettetés, meg, meg, meg a, a, az a legnagyobb szelet. Tehát, hogy ott egy... Ott, 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 ott itt tudom én, van egy másfél-két órád, ami csak a tiéd, és ott bele lehet vinni, tehát hogy nyilvánvalóan eljön valaki, akkor nem gondolja azt, hogy másfél órán vagy két órán keresztül üvöltve fogja a térdét csapkodni a rögéstől, tehát annak lehet egy ívet adni, el lehet valahonnan indulni, meg lehet valahova érkezni, és ott el tudsz mondani olyan dolgokat, amit egy cégesen mondjuk nem, mert ott az van, hogy nevessenek, erről is beszélek, arról is beszélek, amarról, és egy, egy, egy önálló estben pedig lehet tematikusan, és olyan dolgokat megpedzeni, amit, amin nem biztos, hogy, hogy nevetnek abban a pillanatban, de utána, mint ahogy kaptam is e-mailt, meg, meg, Facebook üzenetet, hogy, hogy az de kurva jó, hogy erről, meg erről beszéltem, hogy abba belegondoltak, és ez tényleg mennyire, mennyire szívszorító volt, vagy mennyire elgondolkodtató volt. Tehát, hogy ott, ott beleférnek azért olyan dolgok, ami, amit a, a lelkedből mennyi, mennyi, idő, mire egy ilyen önálló estnek az anyaga összeáll? Hú, figyelj, olyan, olyanokat kérdezel, hogy nekem most ez az első önálló estem, ami, ami fut, de ez, ez, ez tényleg a, 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 a Szívem ő, csücskét hámoztam meg, és a legszebb darabját teszem ki a színpadra, de tényleg így van. Ö, nem is tudom, ezt nem tudom, hogy, hogy a. a a nettó idő mennyi volt, amit, amit, ezzel foglalkoztam, mert ezt keresztül húzta 43-szor a Covid. Tehát, hogy ez még Covid... Ez, ez már indul... sokkal hamarabb megtörtént volna. igen, 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 és, és, azt azért el kell mondjam, hogy én ehhez kaptam egy, egy fantasztikus segítséget Dés személyében, aki egy elképesztő csodálatos dramaturg, és most már a Dumas Színház alkalmazottja, tehát hogy, hogy segít mindenkinek. És őt kaptam magam mellé, én mindig az írással láttam hadilábon, hogy, hogy, hogy megírjak. Nekem nincs, a mai napig nincs leírva egyik szövegem se, meg anyagom se, inkább csak ilyen ilyen bullet pointok, -ok, hogy mert igen-igen, hogy, mertok, hogy... Igen, igen, hogy, hogy k KB, hogy, hogy milyen határok között mozogjak. Azt azért nagyjából tudom, hogy mit akarok elmondani, de mi az, amit mindenképpen érintsek, tehát hogy ennyi, és. És tehát, hogy tőle rengeteg segítséget kaptam. Eleve ez úgy történt a, a maga az anyaggyűjtés, hogy hogy leültünk ö, ö, próbateremben, presszóban, itt ott amott, és pofáztam neki partalanul, illetve sztoriztam a, a, az életem színházi részéről, mert ez egy ilyen színházi tematikájú est. Ő ezt felvette diktafonnal, és ezt ő összerendszerezte. Tehát, hogy ő utána leültünk, és akkor ő... ez ő, megszerkeztet téged? Ő, hát körülbelül igen. Igen, igen, tehát hogy ő kinyitott egy laptopot, és akkor mondta, hogy oké, okay, szerinte azzal kéne indítani az egészet, hogy, hogy ebből az aspektusból, hogy itt, 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 idáig kéne eljutni, ez legyen az aranymetszésbe, tehát hogy ő dramaturként a, a színpadi hatásoknak akkora ismerője, hogy, hogy ő pontosan tudta, hogy, az, hogy azt mondta, hogy mit tudom, hogy cseréljük meg, hogy a, a sorrend, hogy ez kerüljön ide, egy, kicsit hátrébb, picit hamarabb kerüljön ez, hogy, 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 hogy el legyen osztva, és utána is Utána is még az első 10-15 előadást megnézte, amikor még nem végleges semmi, meg még akkor állogatnak be a dolgok, és olyan ö, instrukciókat kaptam tőle egy-másfél mondatba, hogy, hogy eddig, akikkel dolgoztam, hogy a, a, a legjobb rendezőktől kaptam ilyet, hogy tényleg csak egy fél mondat, hogy hogy, hogy megnézte, és akkor irogatta magának a dolgokat, és mondta, hogy ennél a sztorinál, hogy azt egy picit túlbeszélem, nem kell annyi információ, elég, hogyha azt mondom, hogy ettől eddig ott voltunk, ott már fogják érezni, hogy az hosszú idő, ott már mehetek tovább. És, és ezek ilyen nüansznyi dolgok, illetve egy-egy mondatot írt bele, amiket... Tehát azt az egy-egy mondatot, ott van mondjuk három ilyen, de azokat úgy hagytam, és azok mindig üzenbiztosan működnek. Tehát, hogy azokat jókor, jó ritmusba oda teszem, és azon nevetnek. Tehát, hogy az... Azt mondtad, hogy ez az ön est, a színházi élményeidet dolgozza fel. Igen. És nagyon lentről kezdtél, sztoriztál erről több helyen, hogy az egymás mellé dolgatott forintok hóvégén. Igen, igen, igen. És most azért eljutottál valahova. De hogy felteszem, volt nagyon sok intim, nagyon sok bensőséges pillanat, nagyon sok indulat, nagyon sok vita, veszekedés, hasonlók. Hogy húzod meg azt a vonalat, hogy mi az, amit kiadsz magadból, és mi az, amit megtartasz magadnak? Ö... Mert most itt mi egymás közt a egy jó poénért családtagjainkat eladnánk, de hogy ezt nyilván nem teheted meg profiként. Hogy mi, mi az, ami belefér, és mi az, ami... A Szerintem minden bele kell, hogy férjen. Mert hogyha, mert hogyha ilyen vonalakat húz az ember, tehát hogyha ennyire tudatosan így, jó, de ez ne, az ne. Szóval, hogy hogy mondjam, lehet, lehet kerülni a kényelmetlen dolgokat, de de az csak az senkit nem érdekel, és azonnantól megúszássá válik. Tehát az emberek arra kíváncsiak, hogy, 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 a, hogy a legféltettebb titkaidat ad ki nekik. Hogy, 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 az, tehát hogy ez a mai napig, tehát hogy a legjobb sztorik nyilvánvalóan, amiket elmesélek, és üvöltve röhögnek rajta, amikor megtörténtek velem 25 évvel ezelőtt, akkor azt hittem, hogy vége a világnak. És elbújnék szégyenembe. Igen, igen, nincs, nincs, olyan, nem lehet olyan. Ez erre, ezt mondta egyébként, hogy ha már említettem Nagy Sanyit, hogy a, a, a mesteremet, valami jelenetet mutattunk neki próbán, órán és azt mondta, hogy, 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 leállított, és mondta, hogy gyerekek, e, e, itt e, halálos beteg emberekről van szó, itt egy minimum egy hív pozitív kéne, hogy, hogy megjelenjen a színpadon, ehhez képest, amit ti játszotok, az polialergia. És akkor röhögtünk, és akkor mondta, hogy, hogy nem, a polialergia is egy nagyon kellemetlen betegség, csak a lófaszt nem érdekli. És felállt, és ott hagyott minket. És, tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen. Tehát, hogy ha, ha, ha nem, nem, adott ki, maga, akkor mással kell foglalkozni. Tehát, hogy ez olyan, nem tudom, mint egy autóversenyzőnek, hogy hogy mennyi gyorsan, csak ne csússzom meg, mert az veszélyes. Hallottam ilyenről. <laughs> hát érted most értem, olyan... Értem, 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 viszont ezzel ugye a korszellem... Én, Ezt én nem... Már nem állod be, nem lesz meg, jaj, nem lesz meg. Hát érted, az... Én, én nem hiszek abba, hogy a PC teszi a világot, mert mert nem tartom igaznak, viszont az, az tagadhatatlan, hogy a humor is tett valamiféle keretek közé szorítja és a, a stand meg egy hagyományosan nagyon nem PC műfaj. Igen, igen, és igen. Te, hogy, hogy érzed, hogy meddig lehet elmenni? Mert most akárhonnan nézzük a humor, az valakinek fájni fog a jó humor, meg aztán végképp. Igen, hát figyelj, ö, ö, nem tudom, tehát hogy, hogy ö, témaválasztásban ö, azt gondolom, hogy, hogy nem lehet tabu, hanem a, 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 a hogyanját, tehát hogy hogy, hogy állsz oda egy témához, tehát hogy az, hogyha abban van humanizmus, ha nem az van, hogy a, a, a gyengébre, a földön fekvő emberre rúgjunk rá még hármat, akkor, akkor szerintem belefér, hogy ne legyen. Nem tudom, nehezen beszélek ö, ö, ezekről, vagy hogy hogy mi a PC, mi a nem PC, mert, mert én általában ilyen, ilyen, ilyen sztori mesélést ö, ö, folytatok. Tehát általában magamról beszélek, és magamnak, meg én meg azt tudom, hogy, hogy. Tehát, hogy magamat nem fogom beperelni, majd azt én tudom, hogy hogy én mit bírok el, és azt gondolom, hogy bármit. Sőt, minél többet bírok el, annál jobban röhögnek, mert az emberek azt, azt szeretik, hogyha ha kinevethetnek valakit, a, 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 amin, esetleg, amin keresztül esetleg saját magukat is, hogyha ők voltak hasonló helyzetben, hogy jaj, de jó, hogy nem csak én szoptam meg, hanem ő is. Sőt, ő még jobban. Jaj, de jó. Örüljünk annak. Egy kicsit át lehet tehát adni. Tehát ez egy belőle. kicsit. Deség. Egy kicsit át lehet adni belőle. Így van, igen, 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 meg igen, más igen, igen. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez a piz de mindenképpen az, hogy 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 hogy, hogy, hogy hogyan hozzá az ember, tehát hogy a, hogy hogy ne méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet, ahogy Shakespeare mondta, hanem, hanem hogy legyen, legyen valami kis ö, ö, egyensúly, vagy, vagy nem is tudom. Ez többször elhangzott nem csak nálad, hanem, hanem más sztendeposoknál is, hogy, hogy ez egy demokratikus műfaj, kitermelődik a hierarchia. Van, te igen, magad igen, mondtad, igen, hogy igen. A, Akár a Duma színház, akár más programszervező látja, hogy ki az, akit sokat hívnak, és ki az, akit Így van, keveset igen, hívnak. Igen, igen. igen. Ö, Hol állsz te most ebben a hierarchiában? Hol érzed magad? Atyaig, nem tudom, nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Szóval, hogy így, így ha, ha fel, tehát, hogy, 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 hogy látom-e magamat, hogyha Látod fel kéne sorolnom. Figyelj, ilyen nem, kell nem konkrétan tudom. nevet mondani. Persze, hát nyilván. De azért el <gül> 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 Annak akkor, nem, akkor legjobb nem, a legjobban, ha nevet mondanál, de nem szeretnék Nem, figyelj, el tehát, tehát hogy ilyen pontos rangsort nem tudok felállítani, de nyilvánvalóan, tehát, hogy nagyságrendileg mondjuk el tudom helyezni magam, tehát hogyha mondjuk egy skálát nézünk, amin van négy szín, akkor nagyjából tudom, hogy melyik színek átmeneténél vagyok, de hogyha mondjuk egy ilyen 20-as ranglistát fel kéne állítani, nem tudnám azt mondani, hogy én vagyok a 16 és feledik helyen, mert azt nem... Hát hogy a 13 vagyok. Nem, hát csak azt tudom, hogy mit tudom én, hogy mondjuk nem tudom, nála jobb pozícióba vagyok, Nála meg nem. De hogy az, hogy én nagyon beállítsam magam, az mint külső szemlélődő és mint lelkesztende fogyasztó, azt láttam, hogy ugye volt a sztennapnak egy kimenetele, nagyjából amikor mondjuk a Hát lehet, hogy ez most egy nagyon felszínes megalapítás, hogy amikor a Fábri lekerült az rtr ről viszont... Most nem, is tudom hány, nem tudom hány. De, de hogy nem sokkal később már, már az első Soder klubos adások szintén az rtr en és akkor viszont volt egy, egy, nagyon erős megindulás, egy vérfrissítés, fiatal srácok jöttek. Hol tart most ez a görbe szerinted a magyar stand -upnál? Belülről nézve. Figyelj, fogalmam nincs, én... én nem tudom, hát, ö, ö, jövőben nem látom. Én azt látom, hogy ö, tök fura, mert magamra mindig úgy tekintek, ö, ugye én 2009-ben kerültem a, a, a Duma Színházhoz 2009 őszén, és akkor volt, mit tudom öt éves volt a Duma színház, most lesz ugye novemberben a, a, a 20. születésnapja a Duma Színháznak, tehát hogy igazából már sokkal régebben vagyok ott, mint, mint, mint amióta nem vagy hát hogy, tehát, hogy, hogy elég nagy, tehát hogy az alapító csapatban nem vagyok ott, de azért már régóta ott vagyok, és magamra mindig még úgy tekintek, hogy, 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 hogy még tanulgatom ezt a dolgot. De amit, amit, hogy hol tart ez az egész, meg milyen íve van, ezt én csak valamennyire, hogyha kívül helyezem magam, akkor tudom, és a, a többieken azt látom, hogy, hogy nagyon sokat fejlődött mindenki. A, a, akár csak a, a, tíz évvel ezelőtti ényéhez képest. Tehát, hogy nyilván ez egy, ez, ez egy ilyen ö, ö, szép magyar kifejezéssel learning by doing ö, ö, műfaj, tehát, hogy, hogy akkor tudsz fejlődni, hogyha csinálod. És ö, én azt vettem észre, hogy most mióta, tehát szerintem most már egy, 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 egy négy-öt éve ö, ö, amik utazó produkciók, tehát hogy amik vidéki Duma színházban is mennek, meg, meg, külső helyszíneken, nem csak nálunk a Korvinon, azok, azok, mindig az önálló produkciók, amik, amik, mit tudom én, ketten vagy hárman összeállnak, és akkor közös est, vagy pedig önálló est, amik mindig valamennyire tematikusak, tehát hogy valamiről szólnak. És és ilyenkor, nem tudom, tartalmasabb tud lenni az ember, meg jobban bele tud menni egy-egy témába. Tehát, hogy, hogy azt látom, hogy, 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 ez, hogy, ez, egy, ez egy tök nagy fejlődés ahhoz képest, mint amikor elindult a Soder Klub, és akkor, és akkor mindenki az volt, mert ott ugye mindenkinek, nem tudom én, 10, 12, 15 perce van, és az volt, hogy menjenek a poénok, záporozzanak, nem tudom én, mindegy, hogy mi az átkötés, mi van mögötte, nem tudom, tehát hogy, hogy most azért, azért és az, azt látom, hogy a, hogy a közönségnek is erre van igénye, hogy, hogy, hogy simán beül egy olyanra, ahol, ahol, ahol kapva, tehát hogy nem, nem csak végig neveti, hanem kap is valami útra valót. Úgyhogy e én, a... úgy, én biztat, biztatóan látom ennek a, a jövőjét. Tehát, hogy ez rajtunk múlik, nekünk kell még tovább fejlődni. Említetted előbb ezt az utcán megállítást? meg a szelfiket, meg hogy autogramot kérnek, és hasonlók. A, a, vicces fiú effektus, az még így nálad is megvan, vagy, vagy, vagy a színházi munkát kapcsán azért hogy kevésbé? Tehát, ja. hogy az emberek azt várják, hogy hát, figyelj, mivel, olyan igen, mivel a vicces fiút ismerték meg igen. jobban, tehát hogy a vicces fiú effektus az van, inkább azt látom, és ez egy tök szomorú dolog, hogy, hogy fiatalok, hogyha megállítanak, akkor most már nem az van, mint a tíz évvel ezelőtt, hogy a, a plázában... hogy a Igen, meg hogy a plázában baszkodnak, hogy olyan zsír voltál tegnap, hanem most már magáznak, és hát most ugye, hát azért 46 múltam, kurva élelve. De van egy piros autó, menti a helyzet. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, még, tehát, hogy, 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 hogy. is, azt még kapuzárási pánikja is volt. <laughs> a, 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 teljes, teljes ö, ö, sötétség. Nem, hogy... Ö, bocsánat, hogy mi volt, hogy az, hogy megáll... Ja, hogy, hogy mint vicces fiút. Mint vicces fiút, figyelj, aki, akit a stand-up vonaláról... Nagyon érdekes különben, ö, hogy ugye, mikor legutóbb 2017-ben, amikor találkoztam Jamie Fox-szal, dumágattunk, akkor nem tényleg, akkor rádióztam, és, és volt náluk Oda vendég. Mindegy, autógram, nem, Jamie Fox, és, 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 az elképesztő volt, hogy, hogy ugye nyilvánvalóan minden, tehát hogy ott is valamit, nem tudom, baromkodtam, és akkor így nézett, mert mindenki az van, hogy nice to meet you", meg nem tudom, és akkor én meg ott rászóltam, nem tudom, hátulról jöttem, hogy oh, és akkor mondták, hogy Hungarian stand-up nem És onnantól kezdve teljesen megváltozott a viszonya hozzám, az volt, hogy ó, cimbi, ölelgetés, fotózás, tehát hogy pózoltunk a kamerának, tehát hogy próbált engem futtatni, és, és kérdezte tőle, nem is én kérdeztem tőle, ugye a, a Stól és Pataki Zitával vezettük ezt a, a, műsort, és kérdezte tőle a Stól, hogy, 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 hogy milyen érzés olyan világsztárnak lenni, hogy nem tud kimenni az utcára ö, ö, testőrök nélkül, vagy hogyha testőrök nélkül, hogy, hogy nem tud úgy kimenni az utcára, hogy ne szaladjon össze, a, 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 a ne, ne visítozzanak lányok, meg nem tudom. meg És mondta, hogy nagyon érdekes, hogy hiába, na, akkor ő már ugye ó, túl volt az Oscar díján, hasonl meg egy néhány Grammy díjon. Ezt akartam mondani, volt. hogy, hogy itt szerintem itthon legtöbben színészként ismerjük, ugye, mit Django, oh. vagy Baby Driver, vagy még nagyon sok filmet lehetne sorolni, de hogy ö, ő hasonlóan nagy karriert futott be zenészként. Sőt, talán a Django egyik zenei betéte, az konkrétan ő, tehát ő reppeli fel azt a dalt. Azt nem tudom, de simán lehet, simán lehet. És, de ő az Egyesült Államokban ő a stand-up révén lett ismert, tehát hogy az volt az áttörés, tehát hogy először humoristaként ismerték meg, és azt mondta, hogy pont ezért, Öh, hogy lehető Oscar Díjas, meg nem tudom, forgathatott a Leonardo DiCaprio-val, meg, meg Tom cruise meg bárkivel, azt mondta, hogy a mai napig, ha kimegy az utcára, akkor ott nem az van, hogy úristen, művész úr, hanem az van, hogy azt mondta, hogy a mai napig az vagy oda mennek hozzá, és hátba veredik, Hallod? Mi? Mi? És azt szerintem egy tök jó dolog. Tehát, hogy ez egy sokkal emberibb megközelítés, meg egy, meg egy őszintébb én nem szoktam figyelni, de a feleségem mondta egyszer, hogy az, hogy az milyen jó érzés neki, hogy egy csomószor azt látja, hogyha megyünk valahova, vagy mit tudom én, emberek között vagyunk, hogy azt látja, hogy mit tudom én, megyünk az utcán, hogy, hogy mondta, hogy egy csomószor látja azt, hogy, hogy valaki rám néz, és, és el, el, elmosolyogja magát, hogy mondta, hogy ez hogy hogy mennyire jó. Én egy csomószor nem veszem észre, vagy így nem figyelem, hogy, hogy mi van, meg hogy van. Egyszer-kétszer én is elkaptam olyan pillanatot, hogy nem tudom, hogy valaki így lespételt, hogy így visszanézett, hogy és akkor láttam, hogy röhög. Tudod, és az tényleg egy jó. Tudod, dolog. hogy szeretne odajönni, de azért annyira gátlásos, hogy nem akar oda jönni, vagy illem. Ja, nem, nem én ide, id, idáig nem, nem is gondolom mm. át az egészet. Meg nem... Fábien Pisti beszélt erről a The VR csatornának az egyik alapítója, hogy, hogy ugye volt a Ket Marius videó, ahol egy ilyen játszhatatlan számítógépes játékon dühöngött, és hogy őt hogy hogy azóta azért eltelt egy 7-8-10 év, és hogy még mindig ezzel azonosítják, ja. pedig azóta felépített az ország talán ilyen legnagyobb ilyen netes, önálló netes médiáját. De, de, hogy... Prodigy. Prodigy. És nem akartam elővenni ezt a témát. De, nem, nyugodtan. Nem szerettem volna elővenni ezt a témát, mert nagyon sokszor elmesélted, de, de hogy neked... Mikor jött el az a pont, hogy már nem fájt, amikor ezzel azonosítottak? Ja, Mm, Figyi, nem, nem. Áll, állít azért nem. néhány bálna, mert megfordult a fejemből, hogy csináljuk meg az ikonikus jöket, de aztán... De aztán úgy örülök, hogy letettél róla. Nem, azt nem szeretem, íz, hogy az van, hogy mondjam, meg így, hogy mondd már el, mert haverokkal minden héten megnézzük, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ti már jobban tudjátok, mint én, mert higgyétek, hogy én kurvára nem nézem meg, nem, hogy minden héten, hanem soha, tehát, hogy... Ö, Nyilvánvalóan, amikor felver, megnéztem, hogy mit vágtak össze belőle, de azóta én nem, nem szoktam magamat nézegetni, tehát hogy én már nem ö, ö, tudom ezt feltétlenül ö, úgy. De hogy ö, nem jött el szerintem az a pont, mert, 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 ez, már nyilván azért ez volt egy áttörés, meg, 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 meg sokan megismertek hirtelen ö, ez, ezzel kapcsolatosan, tehát hogy az elején nem fájt, és azóta meg nem cioè inkább inkább döbbenettel tölt el és és hogy nem fér embertele fel... munkaóra van azóta meg hogy nagyon nem, sok produktom van úgyis, és hogy nem nem, arról, nem, hanem... nem 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 hanem hanem hogy ahogy, hogy de hogy is nem tehát hogy nem, hanem hogy az, hogy, hogy, hogy ez egy tényleg egy ilyen kis szösszenet volt, egy egyperces videó, egy, egy reklám ráadásul, tehát hogy nem egy film, amit meg tudsz nézni bármi, hanem egy reklám, amit, amit reklámozott, az már teljesen átalakult, és különben is egy, egy 14 évvel ezelőtti valamit reklámozott, és még a mai napig is így emlékeznek rá, az szerintem egy jó dolog. Tehát, hogy az, azt gondolom, hogy 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 egy ilyen, egy ilyen baromsággal, csinálhattam egy olyat, amire 14 év távlatából emlékeznek, az, az Mennyi volt jó. ott az impro és mennyi volt a megírt? Vagy ez végig megírt volt? Végi, nem, végig impro volt. Ez végig az végig impro, volt. impro. hát hogy az volt, hogy, hogy, hogy minél jobban, hogy, hogy megvolt a figura, és akkor az volt, hogy a figurából fikázzam a szigetet. Sőt, még, de azt is elmondtam egy csomó helyen, de, de elmondom, hogy még az, az autón ülős volt ugye az első, a a Bálna is. Volt a, a sétálós. Mert volt a plakátos, a meg volt a, igen, és a Bálna is volt az első, ami annyi is lett volna, és csak az volt, hogy a hát ugye kaptam ezt a frizurát, meg ezt az outfitet, meg a matrica tetkókat, és akkor éreztem, hogy itt azért nem lenne jó hibázni, és akkor ott az volt, hogy, hogy csak fikázzam a szigetet ebből az aspektusból, és bármi tényleg, bármi csináljam, még, még, még. Ennyi volt az instrukció, hogy jó, még, még csináljad, és a, mondtam, hogy akkor nem tudom, és akkor elkezdtem, hogy, hogy egy hétig egymás szarába, ugye, ne, 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 ne ezt ne, ezt ne. És akkor mondom, hát gyerekek, hát mondom, ez milyen, mondom, olyan, mintha azt mondaná, hogy szígyad anyámat, de azt nem mondta, hogy kurva, mert az, az egy kicsit gáz, meg nem. És akkor mondták, hogy itt van a szigettől a, a, megrendelő részéről, ugye, mint minden reklámban, ott vannak ilyen rettegő emberek, akik magas pozícióban vannak, de ők is nagyon féltik az állásukat, hogyha most valami, egy nagyon drága reklám nem úgy sikerül, hogy az adásba kerülhessen, akkor őket fogják kirúgni. És ott tehát egy, nem is tudom, már egy, egy, egy fiatal lány volt, ott egy ilyen kis egy nézet aggodalmasan, hogy mi a lesz ebből, és mondom, ne haragudj, mondom, tudom, te vagy a megrendelő részéről, mondom, tudom, az életben nem fogtok többet hívni, mondom, le is szarom, mondom, azt mondom oké, hogy, hogy hogy mondom, ezt nem mondhatom, meg azt nem mondtam, mondom, mi a faszt mondja, hogy nem tetszetős, és mondták, hogy ezt, aha, például ezt mondja. Mondom, mit, ezt, hogy nem tetszetős? Igen, 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 jó, oké. És mondtam, és aztán ez marad benne a vágatban, hogy hogy nem tetszetős, tehát hogy ez ez a mai napig ezt benne Ezt is mondta nekem, és amikor, amikor rossz egyet hoztam, hogy nem óriási. tetszetős. És Elképesztő. <laughs> és akkor utána és akkor ez a fellépős reklámspot, ahol ugye a plakátnál állok, az nem is velem lett volna, hanem ott ez egy animáció lett volna, hogy minél több fellépő neve elhangozzon, tehát ez az tényleg már a maga a műsor ö, promózása, és annyira sikeres volt ez az autós, hogy, hogy, akkor gondolták, hogy ezt is megcsinálják velem. És ott én be voltam szar, vagy mondom, olyan jót ment ez az autós, hogy nehogy az legyen, hogy ú, ezt a csávót minek erőltetik, és aztán a második szólt nagyobbat, pont a plakátos, és ott meg tényleg annyit mondtak, hogy, hogy minél rosszabb kiejtéssel, minél több fellépőt mondjak el, rossz kiejtéssel. És ott, ott tényleg így, nem tudom, szabadjára engedtem magam. Ilyen végletes szerepet tehát ami most nagyon a skála egyik végében van, azt azért könnyebb felvenni, nem? Ja persze, nyilván, nyilván, nyilván könnyebb, de nem, nem is az, hogy, nem is az hogy, 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 hogy mennyire vékony, vagy milyen a karakter, ö, ö, tehát nyilván szélsőségeket mindig, mindig hálásabb dolog ö, ö, csinálni, mint egy, mint egy, ö, mint egy árnyalt, tehát hogy nyilván, tehát hogy most egy reklámról beszélünk, de mondjuk, mondjuk egy árnyalt karakter, tehát hogy ahhoz, hogy annak kijöjjenek a mélységei, ahhoz tényleg egy hosszabb ö, 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 hosszabb ö, ö, lélegzetvételű dolog kell. Tehát, hogy aki egy játékfilm, vagy egy színdarab, és aki végig, ahhoz, hogy egy figurának a mélységeit meg tud mutatni. De mondjuk. Nem tudom, a, a nem védnek való vidékbe a Javier Bardemnek túl sok mélységét, azért nem tudod meg így motivációját, meg semmit, de azt látod, hogy amit csinál, az kibaszott jó. A kriminálpszichológusok szerint Javier Bardem karaktere volt eddig a filmtörténetben a legközelebb egy valódi sorozatgyilkoshoz. Csodá, tehát hogy El, elképesztő, volt. Igen, elképesztő. elképesztő volt. Elképesztő az a film. És egy kicsit így ráfordulva a végére, hogy ez egy ilyen nagyon elméleti kérdés, és gondolkodtam sokat is, hogy van értelme feltenni, de aztán majd legfeljebb kivágjuk, hogy ha holnaptól egyel kéne tovább menned a számodra kedves előadói tevékenységekből, akkor melyik maradna meg? A, a színészet, a stand-up, a zene? Hát figyelj, nem tudok erre, nem tudok válaszolni. Feltették már ezt a kérdést, és ö, ö, fogalmam nincs. Tehát, hogy ez mindig azt mondtam, hogy, hogy ez meg a másik nagy ajándék az életemben. Hogy nem kell választani. Hogy nem, ke, hogy nem kell választani, igen, mert, mert, mert borzasztó nehéz helyzetben lennék. Tehát, hogy. hogy sőt, most már elkerültem odáig, hogy, hogy, hogy egyiket se adnám fel teljesen a másikért, mert. Mert nyilván, mert, mert, annyiban hasonlít a, a, a stand-up meg a színház egymáshoz, hogy ugyanúgy színpadon áll az ember, de egyébként meg semmiben. Tehát, hogy a, a, a színház az egy, az, egy, az egy, csapatjáték, ott egy, ott egy jó esetben egy, egy óramű pontossággal kidolgozott dolgot tárnak a nézők elé, egy csapat tagjai, ahol, ahol mindenkinek egyformán fontos a munkája, és és tehát ez egy csapatjáték, sok ember összehangolt jó csapatjáték a jó esetben, és, és, nyilván a csapatjáték az mindig egy felemelő dolog. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy, hogy biztos a gerejhajítók is beülnek sörözni egy-egy verseny után, de a focistáknak jobb sztoriai vannak. Tehát, hogy, azért, tehát, hogy az, az nyilvánvalóan más a stand-up az ehhez képest egy borzasztó magányos műfaj, viszont, viszont ugyanez a szépsége is, hogy ott mindent magadnak köszönhetsz. Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott, ha, 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 lejégsz, ha, ha kudarcot vallasz, ha akkor, az, akkor, akkor, azt, nem, viszont ha mennybe mész, azt is csak magadnak köszönheted. Tehát, hogy ott nincs rendezés, nincs kollega, nincs izé, ott ha jó voltál, az te voltál. Az elmúlt 25 évben azért tényleg egy, egy, egy egy, egy, hatalmas növekedés volt a te életedben, akár anyagi fronton nézzük, akár, akár karrier szempontjából. Ja, mert most még... elmondtam, hogy milyen szarautói voltak régen. Az majd egy másik műsor témája lesz. Az majd egy másik műsor témája lesz amit szintén nálunk láthatok, de, a, de hogy mi az, amit még mindenképpen szeretnél kipipálni? De, mi az, amit még szeretnél megcsinálni? Hűha! Nincs ilyen, gondolkodtam ezen, és nincs, nincs Megérkeztél? Ilyen... Hát szerintem igen, figyelj, tehát hogy nincs, nincs olyan vágyam, hogy ú, az még, de jó, nyilván, de figyelj, hogyha így nagyon kérdezed, akkor rockstar nagyon szívesen lennék, de az valószínűleg az a hajó már elment. Tehát, hogy az, hogy kiálljak egy nagy színpadra, és... Látod már Kiss de nekik nem És, na de, nem most kezdte, tehát, hogy... Morgan Freeman is 52 évesen futott be. Nem rockstar, de... Igen, igen, igen. 52 éves. Azt hiszem éve. a Mizdézi sofőréből, mert túl volt. Igen, éve. mert azért mondom a színészet, mert az, de az, egy, az, egy hosszú távú, az egy távú szakma, de a rockstárság az. Tehát, hogy az, hogy. 27 ö, évesen. Végül. Hát nem az, hogy figyelj, hogy, hogy zené, mert a zen, zene nyilván a legrövidebb idő alatt a legnagyobb érzelmeket a zene tudja kiváltani. És épp ezért egy olyan hangulat, vagy egy olyan ováció, mint egy, egy pop, vagy egy rock koncerten van, az, az nem hasonlítható semmihez. Tehát, hogy az, az az biztos jó lehet, de hogy nekem, tehát hogy nincs ilyen hiányérzetem semmiből. Tehát hogy én, én, én azt gondolom, hogy, hogy mostantól tök jó, hogyha nem az, hogy így marad minden, hanem, hanem hogyha, olyan, hogy, jó produkciókban vehetek részt, olyanokban, amik, amik sikeresek, vagy amiket szeretek nagyon. Tehát, hogy az, az nekem bőven elé. Tehát, hogy így is azt gondolom, hogy az egy, az egy borzasztó nagy ajándék, hogy, hogy, hogy olyanokba vehetek részt, amit, amit szeretek. Nézd, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Azt, azt főleg köszönöm, hogy hozzánk azért kijöttél ide a szigetre. Ez most ja, nagyon rossz volt, de. Ja, fi, ja, ja, hogy, ja, hogy. Bocs. Már magyarázni kellett. Nem, de minden. hát egy ilyenekért figyelj, hát persze, persze. Igen, és Péterről lesz hamarosan egy adásunk, aminek nem szeretném lelőni a poénját, de nagyon jól szórakoztunk, miközben készítettük. Hát ők, igen. <laughs> nem, én is csak volt meglepetés, de. Voltak hullámvölgyek. Igen, igen, igen. De igen, legalább a talajok magasak igen, voltak. Igen. igen és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm és bízom benne, hogy még találkozunk. Köszönöm, én is.